Borító, a Ceglédi Városi Könyvtár podcastja. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Kármán Sándor a mai vendégem, aki a Ceglédi Dobmúzeumnak az alapítója, de elsősorban megjelent könyvéről fogunk beszélgetni. Sanyi, köszöntelek, szervusz! Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Nem kellett, hogy messzire gyere, hiszen itt vagy a könyvtár szomszédságában, itt van a Dobmúzeum, viszont annál nagyobb utat kellett bejárnod egészen addig, amíg létrejött ez a páratlan gyűjtemény. Mesélnél egy kicsit arról, hogy mi ösztönzött téged, hogy létrehozz egy ilyen múzeumot mindenki gyönyörűségére? Hát a dolgoknak a legeslegeleje az a 60-as években gyökerezik, amikor a Beatles hullám hatására oly sok akkori fiatal fiú barátommal együtt zenekart és zenekarokat alapítottunk, és én akkor kerültem először hangszerek közelébe, és aztán ez a szerelem, hogy mindig tökéletesítsük a felszerelést, ez megmaradt, és miután egy vizuális foglalkozást választottam, tehát kirakat rendező, grafikus, dekoratőr, kiállítás rendező, utána meg elindult bennem egy olyan vágy, hogy hű, de jó lenne egy olyan nagy kiállítást rendezni, ami a dobok történetéről szól, hiszen én is fiatal srácként szívesen elmentem volna egy ilyen kiállításra, hogyha ezt valaki megrendezi előttem. De mivel erre nem volt példa korábban Magyarországon, egy picit úgy éreztem, hogy lehet, hogy akkor nekem ezért kellett ezt a szakmát kitanulnom, és nyilván a dobokat közben folyamatosan szeretnem, hogy ezt én rendeznem meg. És ez az első ilyen alkalom, mivel gyerekkorom óta jártam a Ceglédi Kossuth Múzeumba, ami a házunkkal szemben volt, én oda álmodtam ezt a kiállítást, akkor még egybenyitható három időszaki kiállító terme volt, és persze nem voltam gyűjtő, de a múzeumos kapcsolatokat latba vetve eljutottam a Néprajzi és a Hadtörténeti Múzeumok pincéjébe, és fantasztikus, soha ki nem állított, vagy csak dekorációként használt zeneszerszámok kerültek elő, amiket megfelelőképpen sorba rakva, és egy ifjú, lelkes dekoratőr energiájával installálva az egészet, létrejött életem első dobkiállítása, aminek ez az egyszerű címe volt, hogy a dob története, mert hogy én szerettem volna a kőbaltától napjainkig mindenféle gyönyörűséggel, amit dob néven lehet illetni, elkápráztatni a nagy érdeműt. Mikor volt ez egészen pontosan? 1979-et írunk, és mondanék hozzá még egy nagyon kedves nevet, a Déri János, a fiatalon elhunyt riporter volt, aki csinált egy országos nyilvánosságot a televízión keresztül, mert hogy a Fiatalok Órája című műsorában bemutatta ezt a kiállítást, és a nemrég elhunyt Gonda János, aki a jazz tanszak alapítója, és nem túlzás, ha azt mondom, a magyar jazz élet diplomatája volt. Tehát ő volt a kiállítás, aki a kiállítás megnyitóját celebrálta, és az akkor vadonatújnak számító Kovács Gyula, Kőszegi Imre és Jávori Vilmos jazzdobosokból álló dobtrió volt a megnyitó zenei illusztrátora. És hát azóta már sok év eltelt, most itt van egy 200 négyzetméteren kiállított anyag, gyönyörű szép, és emellett a második köteted hever itt előttünk, Életem ritmusa címmel. Hogy jut eszébe egy gyűjtőnek, hogy le is írja mindazokat, amik vele történtek, azokat, ahogyan beszerzett egy-egy szép darabot, meg úgy általában írjon mindenről?
Igazából nem is gondoltam erre magamtól, mert azt hittem, hogy ez a történet mesélés, vagy ez sztorizás, amit a tárlatvezetések közben napirenden gyakorolok, hogy ez egy teljesen természetes adottság, hogy ezt mindenki ugyanígy csinálja, vagy tudja, és a látogatóim figyelmeztettek arra, hogy valahol le van ez már írva. És hát persze én könnyelműen azt mondtam, hogy ó nem, de hát én ezt holnap után is le tudom írni, vagy jövőre is le tudom írni, emlékszem rá. És aztán, ahogy halad előre az idő, és az ember látja, a egykori kollégáin, volt osztálytársain, hogy bizony nem egyformán dobál bennünket az élet, és egyáltalán nem biztos az, hogy én 2 év múlva, vagy 5 év múlva ugyanilyen humorral, vagy jó ízűen meg tudom azt tenni, amit ma megtudok. Tehát magyarul, amit ma megtehetsz, és hát így indult a dolog, ugye 2014-ben jelent meg az első könyvem, és addigra már annyi tárlatvezetések során begyakorlott jó történet volt a tarsolyomban, hogy azokból mondjuk a 72 történetből, ami az első könyvben van, 30 biztos, hogy kigurult elsőre, ezeket írtam meg, hogy legyen egy kis sikerélményem, és aztán azok az elgondolkozó, amin hosszabban el kell gondolkodni, vagy többet utána kutatni, hogy minden adat precíz legyen, azok készültek lassabban, de hát végül is elkészült minden, és nagy boldogság volt, hogy a saját gyűjteményemből, illetve a hozzájutás körülményeiről, vagy a körülményei, vagy különböző hangszergyári túrákról, hogy tudtam írni egy könyvet. Sőt, most már kettőt. Most már kettőt. Kettőt. Az Életem ritmusa, a második köteted tavaly novemberében jelent meg. A pandémia kezdete, vagy lehet azt mondani, hogy kellős közepe, nem is tudom, hogy milyen időszak volt, de az a lényeg, hogy nem tudtunk azóta nyilvánosan még erről a könyvről beszélni. Akkor most mutassuk be egy picit, hogy is néz ki ennek a szerkezete, ha már nem tudtuk élőben. Az első köteted, a Keep Swinging, tulajdonképpen az is azt jelenti, hogy tartsd a ritmust egy kicsit, ugye, és ez a második kötet is Életem ritmusa címet viseli, tehát a ritmus szó az neked nagyon-nagyon fontos. Igen. Mi tulajdonképpen neked az életed ritmusa? Meg tudod fogalmazni nagyon röviden? De egy ilyen kanyarral válaszolok most neked. Én körülbelül olyan 16-18 éves lehettem, amikor rájöttem arra, hogy hát a műszaki dolgok mindig érdekeltek, de azon belül az ilyen finom műszaki dolgok, tehát nem a traktor, hanem mondjuk a svájci óra, autó, hanem mondjuk a hangszer. Tehát, hogy valamiért az ilyen kézben fogható és ilyen kis finomabb dolgok, és hát ebbe a dobfőszerelés, ami hát egy rettenetesen, hogy mondjam, rafináltan megszerkesztett műszaki megoldásokkal lévő hangszer, ez nagyon belefér. És azt vettem észre, hogy minden olyan dolog a dob irányába vezet, akár egy híres dobost fölhívok, és beszélünk egy jó ízűt 20 perc telefonon, föltölt. Akár megkérdez egy másik barátom, hogy szerinted ennek a dobtestnek a kiképzése milyen van. Tudom, hogy régóta gyűjtöd a prospektusokat, biztos tudod, hogy nyírfából, vagy bükkfából, vagy miből csinálták, és hogy merevítő gyűrűs, és így van, hossz irányba van ragasztva, stb. Tehát, hogy teljesen mindegy, nem volt fontos az, nem csak az volt a fontos, hogy leülök a hangszer mögé és játszom rajta, hanem ha egy másik dobossal beszélhetek, ha fölhívhatok valakit, akire én fölnézek, telefonon beszélgetek, ezek mind föltöltöttek, vagy kapok egy katalógust külföldről, és rájöttem, hogy ez mind ugyanebben az irányban mutat, hogy egy ilyen pozitív stressz állapotba kerülök, hogyha foglalkozhatom ezzel a témával. És hát úgy voltam vele, hogy hát most miért kerüljem ki azt, ami nekem jó,
És hát persze az egész őrület az azzal kezdődött, mivel hát 70-es évek elején én korán nősültem, és hát pénz nem nagyon volt, de viszont az, hogy egy levelet megírok valamelyik híres hangszergyárnak, és küldenek egy a vasfüggöny mögé egy legújabb 100 oldalas színes katalógust, és azon el lehet gyönyörködni, hogy úristen, mik vannak a világban. Szóval ezt a élményt, ezt sokszor át akartam élni, és hát 15 éven keresztül, ezt mindig szoktam mondani a látogatóknak is, hogy 17.500 levelet adtam föl, és kivétel nélkül mindre érkezett válasz, és ezek megvannak a Dobmúzeum könyvtárában. Úgyhogy ez a fajta pozitív stressz élmény, hogy bármi, ami a dobbal kapcsolatos, és akkor ez szép lassan összeállt egy ilyen nagy masszává. Tehát nyilván, hogyha egy fiú elütött benne egy olyan dobot, ahol 1925-ben a déd nagyapja, lakodalmas zenész, nem tudom én, valami pici kis faluba a Dunántúlon, és ott féltérte eresztve üti a nagy dobot, és mellette ott áll a mennyasszony meg a vőlegény. Szóval, hogy az is érdekes, az is a több ezer darabos fotóarchívumnak, ami a Dobmúzeum könyvtárának része, az is egy fontos darabja, mert a Dobmúzeum nem csak attól Dobmúzeum, hogy vannak dobok, hanem attól, hogy az a hátteret, hogy jutottunk el az elmúlt 100-120 évben idáig, azt a legnagyobb részletességgel, amire a lehetőségünk van, próbálom megkutatni. Már régóta ismerjük egymást, de tulajdonképpen csak most mondtad el, hogy igazándiból miért is a dobot választottad hangszerként, hiszen te nem professzionális zenész vagy, hanem amatőr zenész, ugye nem sértődsz meg, ha nem, azt mondod, nem hivatásos zenész, és mindig izgatott engem, hogy ez a kicsit perifériára szorult hangszer, az hogy lehet valakinek a fő választása? Hát így, hogy te tulajdonképpen a mechanikát is kerested, ami mögötte van, az, hogy hogyan szólal meg az a hangszer. És hát amit az előbb mondtál, tulajdonképpen a Dobmúzeumnak ez a mechanikája, ez te vagy, és a múzeumnak lelke van, és ezt a fajta lelkét olvashatjuk a könyvedben is, illetve mind a két könyvedben, hadd mondjam, hogy a kettőnek van egy nagyon szép íve, egymásnak a folytatásai, kinézetben, külsejében is hasonló jelleget ölt az a sok kép, például, ami benne van. Én kíváncsi vagyok, hogy amikor írtad, volt-e olyan, hogy egy kép eléd került, és ahhoz írtál történetet, vagy mindig a történetekhez kerestél képeket, vagy hogyan zajlott tulajdonképpen ez az írás, ez az alkotói folyamat nálad? Semmi olyan idegen toll egyik könyvben sincs, ami valahonnan egy jó pofának tartott kép, vagy egy szimpatikusnak tartott fejezet lenne beemelve az én könyvembe. Tehát ennek az az érdekessége, hogy minden egyes történet velem történt meg, hozzám kötődik, és minden egyes tárgy, aminek körülbelül mind a két könyvben 250-250 fotó van, a múzeum gyűjteményében megtalálható. Tehát az, hogy most láttam egy szép dobot, és akkor belerakom az új könyvembe, ilyen nincs. Ilyen nincs. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ez én legyek. Ez azért is tudok róla írni, és azért is tudom vállalni, és azért sem engedtem másnak megírni. És közben belelapoztam, akkor nem bírtam megállni. Olyan gyönyörűek ezek a képek, fantasztikusak, amiket leírsz, és érződik az eredeti szakmád, hogy valóban olyan nagyon szépen dekorálva, tehát ez a könyv nem csak beltartalmát tekintve, hanem a külcsín tekintve is nagyon szépen összeállt, és nagyon professzionális. De ezeknek a történeteknek valóban lelkük van. Kezded a várossal, ahol élsz, hiszen neked Cegléd a mindened,
talán nem túlzok. Hát mindig nem, is itt éltél, nem túlzol. Azt gondolom, igen, ugye, igen, hogy nagyon igen. fontos, nagyon nagy kötődésed van az itt élő közbarátokhoz, szakmabeliekhez, ezért sokat olvashatunk ezekről a történetekről, és aztán tágítod a világot, Ceglédről elindulsz, és különböző úti rajzok, műhelylátogatások kerültek bele ebbe a könyvbe. Tudom, hogy nagyon furcsa azt kérdezni, hogy melyik a legkedvesebb történeted, mert ez olyan, mintha megkérdeznék az anyát, hogy melyik a legkedvesebb persze, gyermeke. Persze. De biztos vagyok benne, hogy van valami, ami különlegesebb mondjuk a többinél. Tudsz ilyet mondani? Hát, tudod, én nagyon szeretem, hogyha az élet egy kis humort is belevisz. És sokszor az a dolog, ami hátborzongató és észveszejtő, azt, mikor két hét múlva meséled a barátnődnek, azt már lehet humorral mesélni, mert akkor abban a pillanatban belehaltál. De utána, igen, hát talán az egyik legmarkánsabb ilyen történet, az a Kés a levegőben címet viseli, és beszéljek róla, vagy mit? Kérlek. Igen. Biztos szóval, vagyok benne, hogy élvezettel. Szóval egyszerűen volt egy vékony, pengevékony acéllemez, amiben én egy külföldi turistautunk során bele szerettem egy hangszerkereskedésbe, de nem jó fiú akartam lenni, és nem akartam a fél valuta keretet elkölteni a hangszerboltba a még előttünk álló kéthetes külföldi út előtt, és ahogy hazajöttem és elmeséltem a barátaimnak, ők a műhelybe dolgozó barátaimnak, ők azt mondták, hogy jó, hát ez nem nagy dolog, ilyet lehet csinálni. Na mindegy, rövidre fogom, egy 2 mm vastag acéllemezből kellett síkköszörűvel ezt leköszörülni, mondom 0,3 mm-re, csak egy valamiről feledkezett el mindenki, hogy miután a vastagság elfogy, egy idő után a mágnes asztal már nem tudja megfogni ezt a munkadarabot, és a pörgő síkköszörű fölkapta, és ez a pengevékony acéllap a 40 méter hosszú műhelyen átrepült a levegőbe, és hát a szép az a dologban, hogy éppen a durván 30 ember, aki ott dolgozott, egyiket se találta el, mert biztos, hogy komoly csonkolás következett volna be, és aztán persze miután ezt élve megúsztam, és nem lett belőle börtönbüntetés, és semmi felelősségre vonás, utána rájöttem, hogy nem tud olyan drága lenni ez a hangszer, hogy ne érje meg megvenni. Úgyhogy ezt emelném ki, persze hát nem csak ilyen horrorisztikus történetek, hanem mindenféle emberi és találkozások és hangszergyár látogatások és szépségek vannak a könyvben. És sok olyan történet, amiről megtudhatjuk, hogy hogyan került egy-egy darab ide a múzeumba, adott múzeumba. Igen. Szerencsés véletlennek köszönhetően, igen, vagy éppen a sorsjátékának, vagy különböző helyzetükből adódóan. Neked nem csak a doba fontos nyilvánvalóan, hanem a zene, a jazz, minden, amihez kapcsolható. Talán így is jött létre, hogy tovább gondoltad egy picit magát a gyűjteményt, és ahogy említetted, az emberi találkozások is legalább olyan fontosak, mint a tárgyak. Erre kiváló alkalom az a fesztivál, amit szervezel minden évben, az a gála, dob és ütős gála, ami a pandémia miatt most tavaly elmaradt, de nagyon készülsz rá gondolatban a következőre, vagy az elmaradtnak a pótlására, ugye jól sejtem? Jól sejted. 1993-ban szeretett tanárom Kovács Gyula, aki a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakának az ütős tanszék vezetője volt, az ő halálának az első évfordulójára készítettem az első ilyen dobkoncertet, aminek még Kovács Gyula emlékkoncert volt a neve. És ez már olyan régen volt, hogy még az Antal Imre volt a riportere ennek a ceglédi sportcsarnokban lezajlott eseménynek, és olyan hatalmas sikere volt ennek az első Kovács Gyula emlékkoncertnek, hogy ott a
meg kellett fogadni a hajnali 3-4-ig kitartó 1500 fős közönség előtt, hogy Cegléd ezentúl minden májusban a dobosokat ünnepli, és a második alkalomtól a rendezvény fölvette a Nemzetközi Dobos és Ütős Gála nevet, és ugye, ha nincs a pandémia, akkor tavaly májusban, reményeink szerint idén májusban, de aztán most remélem, hogy van egy igazi dátumunk, idén október 9-én kerül sor a jubileumi 25. dobosgálára. Tehát azért egy jubileumi koncertre gondolom, hogy nagyon készülsz. Ó, már lehet tudni, hogy ki mindenki fog itt szerepelni, egy-két nevet említenél? Hát annyira lehet tudni, hogy már tavaly lehetett tudni, ugye, mert már tavaly állt a lábán a dolog. Mindig tartozott nagy hangszer kiállítás, vagy a kapcsolódó képzőművészeti ágaknak a kiállításai a gálához, és hát most annyival lesz több, hogy a 25 évnél, így 25 évenként megállunk egy szóra, és akkor a Ceglédi galériában rendezünk egy olyan látványos kiállítást, ahol fölvonultatjuk mindazokat, akik az elmúlt 25 évben megfordultak Cegléden. Tulajdonképpen ebben a pillanatban nincs is olyan rendezvénye Ceglédnek, ami megszakítás nélkül 25 éve tart. Tehát azok a rendezvények, amik most vannak, azok rövidebb ideje tartanak. Tehát ezért merem a kiállításnak azt a címet adni, hogy hagyomány, mert hogy Ceglédet már egyszer Zsoldos Béla, ütőhangszeres művész, a Dobosok Mekkájának nevezte, mert hogy 92 óta itt van a Dobmúzeum, és 93 óta itt rendezik a dobos és ütős gálákat. Szóval visszatérve a programra, egy olyan kiállítás, ahol fölidézzük mindazokat, akik itt megfordultak, videóról mennek a dobszólók, a rengeteg sztori, a különböző készült ajándékok, palackozott borok, pólók, mindenféle. Tehát aki megérkezik a dobosgála délutánján, és kíváncsi arra, hogy mi történt itt az elmúlt 25 évben, akkor az kaphat egy átfogó képet erről. Ezen kívül lesz egy mesterkurzus, tehát az amerikai sztárvendég Peter Erskine a emeleti kamarateremben tart egy workshopot, tehát egy ilyen műhely bemutatót a jazzdobolás alapjaiból. Ez egy nagyon színes dolog lesz, én már láttam neki workshopját, és használ egy zongoristát és egy bőgőst is hozzá, tehát nem csak dobolászás lesz, hanem bemutatja azt, hogy zenében hogyan szól mindaz, amikről beszél. De az én külön szívem csücske még, ugyancsak az emeleti teremnek az egyik végébe fölépítve lesz egy színpad. 5 éve hagyott itt bennünket az Omega és az LGT legendás dobosa Laux József, és a Dobmúzeum egy pályázat segítségével be tudta szerezni ugyanazt a különleges és hatalmas dobfőszerelést, amit ő az amerikai LGT turnéjáról hozott, és ez ki lesz állítva a emeleti teremben, és hát természetesen hatalmas fogadófal, és mindenféle olyan dolog, ami összefüggésbe hozható. Azért is kérdeztelek erről, mert hogy ebben a könyvedben nem csak a dobokról, meg dobfelszerelésről van szó, meg a barátokról, hanem ennek a rendezvénynek is a különböző aspektusait azért felvillantott, sőt a Varázslat ének hangokra című rendezvényedről még nem is beszéltünk, pedig az is valahol jelen van. Pontosan ugyanolyan közvetlenséggel és színesen tudsz írni, ahogyan most itt beszélgettünk együtt, ugyanezt a hangot köszönöm. Fogják visszahallani azok, akik a kezükbe veszik ezt a könyvet. Nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk, és beszélhettünk erről, és nagyon sok mindenről tudtunk volna még beszélni. Ez csak egy kis kertcsináló volt. Kitartást és sok sikert kívánok akkor neked. Reméljük, hogy jön majd következő kötet is, hiszen jó pár évre való dolgot még reméljük, hogy majd meg tudsz írni, illetve hát
Nagyon sok sikert kívánok akkor ehhez a jubileumi gálához. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Kármán Sándorral beszélgettem az elmúlt percekben Életem ritmusa című második megjelent könyvéről, és hát mindenféle másról, ami a zenéhez, a dobhoz és egy kicsit cegléthez kapcsolódik.